Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez itt a Della, a 24.hu gazdasági podcast magazinja. Én Bakajev Zoltán vagyok, mai vendégemmel pedig bankokról, pénzről, hitelről, betétről, csupa izgalmas dolgokról fogok beszélgetni. Üdvözlöm a stúdióban Jelasics Radovánt, az Erste Bank elnök vezérigazgatóját és a Magyar Bank Szövetség elnökét. Szép napot kívánok és köszönöm a meghívást! Kezdjük a talán legmegdöbbentőbb hírrel. Pár perc ezelőtt lett vége az argentina-szaudorábia mérkőzésnek, ahol Szaudorábia kettő megverte Argentinát. Hogy érte? hogy érte ez a hír? Csodák vannak, valószínűleg lesznek is. Az igaz, meg az utóbbi pár napban elsősorban a bankszektorral uh, foglalkoztunk, hogy milyen meglepetéseknek fognak uh, minket még érni, és úgy néz ki, hogy uh, a focihoz hasonlóan az a bankszektorban is vannak meglepetések. Voltak eddig is, de szerintem erre most. Uh, Valószínűleg egy picit egy hosszabb időre. Kemény. Valóban nem lehet csalódni a kormányban, hogyha meglepetéseket várunk tőle. Ugye az történt, tegnapi napon nagy Márton miniszter bejelentette, hogy korlátozzák a, a banki betéteknek az részét, amit a nagy intézmény és lakossági ügyfeleknek kínálnak mert hogy úgy találták, hogy a, a, ezek az ügyfelek a bankokat igénybe véve tulajdonképpen kijátszák azt a lehetőséget, hogy egy bankban 18%-on lehet egy napos uh -huh. tartani a, 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 a kamatot. Ö, mit jelent ez az? Ezt a szempontjából tudták-e már ezt ö, ö, átszámítani? Tényleg még nem látjuk át, hogy ez pontosan mit jelent, hogy mi csak a transmissziós mechanizmust használtuk, ahogy eddig ö, ismertük. Ennek megfelelően természetesen mi is alkalmazkodni fogunk. Az állampapírnak a hozama az ugyanúgy kínálos és kereslet dönti el, illetve az, hogy ki a mértékben indul ki abból, hogy meddig fog tartani az infláció, illetve milyen magas szinten lesz de mondom, eddig még pontosan nem tudjuk belátni. Viszont nem szabad elfelejteni, ugye, tehát a bankrendszerbe, a Nemzeti Bank, a, ha egy infláció van, akkor természetesen kamatemeléssel próbálja valahogy a keresletet hűteni, és tulajdonképpen a transmissziós mechanizmus az a bankszektoron keresztül működik. És annak alapján, hogy mennyiért lehet pénzt betenni a bankszektorba, illetve mennyiért tudja a bankszektor ezt betenni a Nemzeti Bankba. Ennek alapján lesz több, illetve kevesebb pénz a forgalomba. Uh, ez most úgy néz ki, egy picit meg fog változni. Uh, valószínűleg nagyobb lesz a kereslet, ami az állampapírokat illeti, de mondom, hogy pontosan ez még mit jelent, még eddig hát nehéz túl lesz. Még a, a... Túl friss még az info. A bejelentés. Azért volt egy olyan megjegyzés Nagymártonnak, hogy vége a nyerészkedésnek. Volt itt nyerészkedés? Szerintem nem volt nyerészkedés, főleg, hogy megnézzük, kik azok, akik ezt a pénzt betették a bankokon keresztül a, az MNB-be. Ugye itt beszélünk nyugdíjpénztárakról, beszélünk befektetési szolgáltatókról, beszélünk lakástakarékpénztárról, tehát itt pontosan elő van írva az, hogy kinek mennyi jár, illetve ki ez a pénz. Valószínűleg volt mások, voltak mások is, akik valószínűleg Saját, úgymond zsebre is dolgoztak, de, de, de tudom, hogy a piacgazdaság nem tökéletes, én még ennél jobbat eddig nem ismerek, és mindig megpróbáljuk ezt egy picikét regulázni és, és rendbe rakni, de tulajdonképpen ez a piacgazdaságnak az alapvető törvénye, hogy vannak, akik egy picikét nyerészkednek, vannak, akik buknak, de mondom, ennél jobbat jelenleg még nem ismerünk. Ugye az fontos látni, hogy bár nagy intézményi ügyfelekről beszélünk, de a nap végén mégis a lakossághoz kerülnek ezek a hozamok, hiszen az ő pénzüket alokálják, például magányúdíjpénztárak adott esetben, vagy alapok. Úgyhogy nem arról van szó, hogy a háttérhatalom viszi el ezt a pénzt, hanem a ténylegesen kézzelfoghatóan a lakosságnál uh -huh. csapódik le ez az extra hozam. Viszont meg kell érteni a másik oldalt is, hogy az állam finanszírozást is valahogy meg kell oldani, és ennek alapján valószínűleg nagyobb lesz majd a, a, a kereslet, ami az állampapírokat életé. Maradva a sportnál, oldal, nekem kicsit úgy néz ki most ez a helyzet, amit kialakult a, a, a magyar bankpiacon, mint amikor egy 110 méteres gátfutáson két méteres gátakat kéne átúhorni a, a bankszektornak. E, legalább háromféle kamastop van hatályban, ha jól számolom, ugye a lakossági jelzálókiteleknél, most bejött a kkv knál ugye, a, hitel, a kakmastop. Van még mindig moratórium. És mindig van, ami moratórium. Utána most időközben. betéti oldalon jelent meg egy újabb. időközben ugye volt még egy, agrár moratórium is, ami bejött. ugye. Akkor még lehetne sorolni, igen. Igen, elég hosszú a lista, de... Hogy lehet így eljutni a célig? Ilyen pályán? Hát így elég nehéz eljutni a célig, ugyanis valahogy a racionalitást most már lassan úgymondán ki lehet kapcsolni, ami a napi működésünket illeti. És csak példát szeretnék mondani, ami a moratóriumot illeti. Jelenleg, aki megérti még a kivonatát, én a kollégáinak viccesen azt mondom, hogy az szerintem eljöhet hónap a bármelyik bankfiókba dolgozni ugyanis ez most már a negyedik vagy ötödik kiadása a moratóriumnak, és ezek már tényleg olyan matekok, amit már egy átlagember nagyon nehezen ért meg. Rengeteg munka, rengeteg extra pénz, és hogy ennek valójában milyen a konkrét haszna, szerintem az már, az már tényleg limitált, főleg ami a moratóriumot illeti. Tehát még egyszer, mi is sokkal szívesebben foglalkoznunk azzal, hogy felveszünk a rendszerünket, hogyan legyünk még hatékonyabbak, de úgy néz ki, er az ezekkel az aktivitásokkal még egy picit várni kell ilyen feltételek mellett körülmények között uh, hogyan uh, tudja értékelni az első kilenc havi eredményét mm. a, a, banknak? A félig tele van a pohár, vagy, vagy inkább félig üres? Uh, jelenleg inkább félig üres, um, tehát mi is valahogy a gazdaságnak vagyunk a tükre, és a gazdaságon jelenleg az a tükre, hogy a harmadik negyed évben, a második negyed évhez képest volt egy recesszió. Um, az várakozások se valami pozitívek, főleg nem az elkövetkező hat hónapot illetően. Um, rengeteg pénzbe kerül a, az extra profit adó, utána itt van még a kamastoppak, amit az előbb te is megneveztél, és ennek megfelelően természetesen a bankszektor is sokkal-sokkal kevesebb profitot fog tudni majd képezni ebbe az évbe. Arról is feledkezzük meg, hogy azért figyelembevően milyen a gazdasági körülmény jelentős céltartalékolásra is szükség van a bankszektornak, ami maga mindennapi aktivitásunkból jön ki. Tehát jelenleg mi az első három-negyed évben a tavalyi év hasonló időszakához képest kb. 60%-kal voltunk kevésbé sikeresek. Nem mondom, Szerintem ez egy, ez egy reális kép, és reménykedünk abban, hogy ezekből a különböző stoppokból, hogy ezekből a különböző administratív a, a megszorításokból mielőtt meg tudunk szabadulni. Várhatóan megmarad az év egész teljesítményét illetően is? a Valószínűleg megmarad, ezen még amit változtathat, az mindenképpen a hozamok a elkövetkező időben milyen irányba fognak menni. Jelentősen csökkentek a hozamok, főleg az utóbbi két hétben. Tehát ami a tíz éves állampapírokhoz a már tízleti, az körülbelül két és fél-három csökkent. Tehát ezen ez természetesen segít a bankszektornak, mert mi is tele vagyunk állampapírokkal, amit befektettünk, amik annak megfelelően, hogy nőttek a kamatok, természetesen ezeknek a papíroknak az értéke is csökkentek, most egy picit másik irányba megy, azért ez nagyon sokat segít, de azért olyan nagy különbséget már az utolsó negyed év nem fog hozni. Az a mostani intézkedés, amiről előbb a beszélgetésünk elején beszéltünk, ez egyes elemzések szerint úgy fog hatni az állampapírpiacra, hogy le fogja verni a hozamokat. Valós veszély ez, ha összekötjük ezt a két dolgot? Um, valószínűleg csökkenni fognak a, a hozamok, viszont uh, uh, nem szabad elfelejteni, hogy azért uh, uh, nagyon sok befektetőnek vannak alternatívá is, ilyen például a uh, devizába is el lehet menni, tehát uh, más piacokon is be lehet fektetni, stb. stb. Tehát mindig elfelejtjük azt, hogy azért a több rendszer is van, és nem csak egy rendszeren belül kell mindenképpen gondolkozni. Amikor külföldről, például Ausztria felől nézik, nézzük a magyarországi bankpiacat, mm -hmm. akkor onnan nézve hogyan néz ki ez a teljesítmény, egyáltalán a mozgástere a bankoknak ezen a piacon? Leszűkült, viszont be őszinte ez nem csak Magyarországon van, hanem így több más országban is, viszont az ebből a szűkítésben az első közök között vagyunk. Máshol se olyan átlátható, illetve azért más országokba is hoznak adminisztratív döntéseket. Talán a fő különbség az, hogy Magyarországon sajnos eddig az a tapasztalatunk, hogy mindent, amit bevezettek idéglenesen, az az idéglenesség az úgy eltartott több pár éven keresztül, és ne felejtsük el, hogy a bankadót is 2011-ben idéglenesen vezették be. A, gondolom a leginkább a legjobb rálátásod az osztrák és a szerb bankpiacra lehet a környező országokban. A, itt már félig tulajdonképpen válaszoltál a, a kérdésemre, de hogy a, az ottani, ottani hitelpiac az hogyan reagált a, a háborúra, a Covidra, ha még korábbra visszanyúlunk egyáltalán mm. erre, a, erre a komplex válsághelyzetre, amiben most, ami most benne élünk. Hát hogyha konkrétan Szerbiával kapcsolatosan kérdezel, az aztán egy még furcsább rendszer. Ott jelenleg a, a a Nemzeti Banknak az alapkamata a 4,5 százalékos szinten van, az infláció viszont 14 százalékos. Ettől függetlenül az árfolyam még kőkeményen tartja magát az utóbbi közel 10 éven keresztül. Tehát igen, nem minden országban piaci módon formálódik a kamat, és nem minden országban piaci módon formálódik az árfolyam. Uh, viszont Magyarországon valójában szintén azért a, az MNB végezte maga dolgát, és uh, politikai holtartozástól függően uh, mindenki jöhet egy különböző sztorival azzal, azzal kapcsolatos, hogy milyen van ilyen magas infláció, viszont uh, ők tényleg meglépték a, a nem népszerű lépést, tehát jelentősen megemelték a kamatot, mert eddig még, még egyszer piacgazdaságban jobb utat még nem találtunk, hogy lehetne ezt az inflációt letörni, mint az, hogy magasabb kamatokkal. Ha kiemeltem, mint magánembert kérdezek, aki befektetésekkel is foglalkozik, akkor mit gondolsz a jegybanki kamatpolitikának arról a döntéséről, hogy 13 nál úgymond leállították az irányadó kamat emelését? Hát egy picit olyan ütés, jó? <gül> <gül> amikor ilyen nem kapcsolatosan kérdezel. Um, egy picit visszadabdám a labdát. Um, um, teljesen megértem a a Nemzeti Bankban dolgozó embereknek a frusztrációját, akkor, amikor uh, uh, arról van szó, hogy milyen mértékben ez a probléma fiskális és milyen mértékben monetáris. Egyébként az IMF szónak van egy nagyon jó másik uh, uh, rövidítése is, és méghozzá angolul ezt úgy mondják, hogy it's mainly fiscal. Tehát elsősorban fiskális politikáról van szó. Szerintem egy nagyon rossz dolog történt az utóbbi tíz évben. A fiskális politika rászokott arra, hogy bármikor, amikor problémája van, akkor csak úgy oda hívja a monetáris politikát, és akkor most akkor öntsétek el a piacokat pénzzel, jó, mert ez mind aztán ugye alig sikerült a 8-as, 9-es válságból kijönni, aztán jött a Covid, aztán most megint kell pénz nyomtatni, és itt tényleg jön az a kérdés, hogy meddig kell egy monetáris politikának támogató a jelleggel idéglenesen besegíteni, ameddig a foris fiskális politika nem hozza rendbe a dolgokat. Ez mondom mindig egy, egy óriási kérdés, ez egy óriási frusztráció. Frusztráció minden nemzeti bank számára az is, amikor egy ilyen időszakban a rengeteg pénzbe kerül a pénznek a visszaszívása, egy óriási veszteséget jelent ez a nemzeti bankok számára, és ezen túl még szépen meg is kritizálják őket az év végén, hát hogy ennyi pénzt buktatok, és mégse értétek el a céljaitokat, tehát minden esetre jelenleg időszakban nem éppen könnyű egy Nemzeti Bankot vezetni, legyen a szó Magyarországról, Szerbiáról, Csehországról, Lengyelországról vagy bárhol a régióban. Folytatva ezt a gondolatmenetet, ugye nem csak arról van szó, hogy a fiskális politika egyfajta kényszert helyez a monetáris politikára, hogy növelje a pénzbőséget hanem most úgy tűnik, mintha aszinkronban dolgoznának. Tehát, hogy egy bank azon dolgozik, hogy minél magasabb kamatszintekkel próbálja, próbáljon elébe menni a további infláció emelkedésnek, a kormány pedig valahogy mindig visszafarítsálja ezeket az intézkedéseket. Mm. Ezt az aszinkront, ezt, ezt érzékelni a, a kereskedelmi banki világban? Ezt hogyan, hogyan tudják az üzlet politikájukba figyelembe venni a bankok ezt a, ezt a furcsa állapotot? Szerintem nagyon sok befektető, tehát nagyon sok elemző lehet látni az IMF-nek a múlt heti rövid sajtóközleményén keresztül is. Itt fölteszi azt a kérdést, hogy most akkor pontosan hogyan működik együtt a fiskális és monetáris politika és igen, különböző időszakban ez jobban vagy, vagy kevésbé együttműködő. Az biztos, hogy Magyarországon azért, vagyok, vagy szinte az utóbbi pár hónapban azért történt pár olyan lépés, amikor úgy elmondja az ember, hogy azért valahogy nem volt tökéletes ez az együttműködés. Szóba került már az, hogy a júliustól egy recesszióba csúszott bele a magyar gazdaság a belső számítás, számításaitok alapján mire számoltok, mire számítottok a következő negyed években, tehát a negyedik negyed évben, mm. jövő év, első negyed évben, mm. mennyire lehet tartós ez a, az mm -hmm. állapot? Um, jelenleg nálunk a kollégák jövő évre egy ilyen uh, nulla körüli, más, egy ilyen fél százalékos körüli gazdasági emel, uh, növekedésből indulnak ki, tehát uh, maximum egy ilyen fél százalék. Lefelé vagy mutató felfelé mutató még mindig. Lefelé mutatok kockázattal, de még mindig egy pozitív számból indulunk ki, ami az inflációt illeti, az meg valószínűleg a kollégáink szerint itt a jövő év első negyedévének a végén, második negyedévében fog majd valahol a csúcsot elérni egy ilyen 25 százalék körüli szinten, de ugye itt még egyszer az a kérdés, tökség hogy mire fognak korábban, még... Többször szerint korábban fog másabb ugye, az etként. ezt tetőzni. Mivel másabban ezt a számítás. Ez még az igaz, meg még az új árstoppok előtt számolták ki a kollégák, ugye? Ez még egyszer egy olyan dolog, amit azért nehéz egy matekba betenni, hogy most akkor pontosan mi mindenre fog vonatkozni az árstopp. De mondom, mi egy ilyen 25 százalékból indulnak ki jelenleg. Uh, és, és, mondom, uh, tudom, ez nem népszerű, ez pénzbe kerül, de az inflációtól minél előbb megszabadulunk, annál jobb ez uh, minden gazdasági részvevőnek, beleértve a lakosságot is. Egy ilyen üzleti környezetben miből tudnak majd a bankok pénzt csinálni? Hát ugye jelenleg uh, természetesen uh, uh, nem csak mi, hanem az ügyfeleinket is megpróbáljuk egyre inkább a befektetések irányba, irányába elmozdítani. A jelenleg például az RST-be a ügyfeleinknek körülbelül 60 -a, a pénzüknek a 60 a van különböző befektetésekben, ami természetesen nagyon vonzó. Ez egy óriási kihívás, ugye olyan időszakban, amikor nem arról van szó, hogy hogy fog valaki reálisan növelni a pénzét, hanem hogy tudja a pénz vásárló értékét egyáltalán, egyáltalán megtartani. Természetesen itt vannak az ügyfeleink, akiket mindenképpen szeretnék a jövőbe is támogatni. Vagyukban őszintén azért a bankok többsége most elsősorban a meglévő ügyfelekre koncentrál, azok, akik már megvannak. Nem nagyon járnak körbe-körbe, mert ugye egyrészt a saját likviditásuk is a jelentős nyomás alatt van. Ugye egyrészt az MMV-be 1% helyett a tartalékolási ráta 5 nőtt, és, és tehát más oldalon is azért vannak jelentős kihívások. A bankszektornak is most egy érdekes időszakkal fog majd szembenézni, főleg az elkövetkező hat hónap, hat-kilenc hónap, és ilyen időszakokban, ahogy mondani szokás, cash is king, tehát a likviditáson lesz mindenképpen a hangsúly. Ugye két dolgot szeretne mindenkit kibekelni, tehát senki nem szeretné, hogyha abba szitóba kerülne, hogy a likviditás szűke miatt az állampapírjait el kelljen adnia, ugyanis ezeket az állampapírokat többségében Uh, még egy sokkal alacsonyabb kamattal vásároltunk, ami azt jelenti, hogy ezek az állampapírok most jelentősen névérték alatt vannak, ami azt jelenti, hogy akkor egy jelentős egyszeri veszteséget kéne bekönyvelni. Uh, a másik oldalon meg ugye, igen, van alternatíva, be lehet menni az MMB-hez és kérni overnight uh, viszont az 25%-ba kerül, azért az sem van vonzó. Tehát jelenleg mindenki az likviditásra fog fókuszálni. Igen. A, a kilenc havi jelentésről szóló tájékoztató során az elhangzott, hogyha az időbeli lefutását nézzük, például a hitelpiacnak, akkor azt tapasztaljátok, hogy a nyár közepétől érzékelhetően elkezdett visszaesni a kereslet a, a, a hitelek, hitelek iránt. Ez a folyamat, ez kitarthat-e a jövő év első feléig? és hogyha, nincs, hogyha nem lesz hitelkihelyezés a magyar gazdaságban, akkor az hogyan, hogyan fog hatni a az összmagyar gazdaság teljesítményére. Ez már önmagában óvatosságra int a számításokat illetően, és sokkal közelebb visz minket ahhoz a forgatókönyvhöz, hogy itt inkább egy, egy, akár egy éves recesszióba is fordulhat a gazdaság. Hmm, szerintem ez. ez... Hát mit tudja nulla fölött tartani, akkor inkább innen kérdezzem. Mit tudja nulla fölött tartani Európai Uniós pénz? különböző állami támogatott hitelek, amely valljuk be őszintén a kormány ugye aktívan dolgozik. Szerintem a vállalati hitelezés továbbra is magas szinten lesz, főleg a meglévő ügyfelek között. És nem szabad elfelejteni, hogy nem csak hitelekből működik az ország, azért van továbbra is egy jelentős tőke, illetve van egy jelentős betéti állomány, és főleg a vállalati szektornak is, aki ugye halazgat, időközben, megpróbálja ezt a pénzét kamatoztatni bankokon keresztül, vagy esetleg állampapírokon keresztül, és várnak arra a pillanatra, amikor esetleg azon túl, hogy valamit nyertek ezekből a betétekből, esetleg egyik másik projektet olcsóban meg tudják csinálni, mert ez az ennyi utca a konkrétan építkezés, konkrétan befektetés, hogy mindig többe és többe fog kerülni. Ki hogy azért tud ez menni másik irányba is és uh, szerintem most már elindult a, a, a lefele is az árspirál, főleg itt mondom az égkítőiparra, nem csak felfelé. Uh -huh. uh, erről minden, mindenképpen fogunk majd mindjárt beszélgetni, de örülök, hogy szóba hoztad az uniós támogatásokat. A, uh, tulajdonképpen napokra vagyunk attól, hogy eldőjön, hogy ezek a források ténylegesen megnyílnak e Magyarország számára. Uh, mire számítasz december elején, milyen döntés uh, fog születni és és mikortól Nem. érkeznek meg ezek a pénzek Magyarországon? Igen, á, nagyon messze vagyok. Most persze a hagyományos szerepet, Igen, a... szerepet. Igen, igen, ugye á, nagyon messze vagyok ettől, és politikával sose szerettem volna foglalkozni. Uh, inkább maradok a kaptafánál, amelyhez értek. Uh, viszont ugye ennek van egy, uh, egy jelzés uh, 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 vonulata, tehát hogyha ezt a pénzt megkapjuk, akkor valószínűleg a Nemzetközi piacon is ö, ö, sokkal könnyebben, és ami még fontos, sokkal tudunk majd a, a, a hitelt felvenni, ami egy ilyen jelzésértékű. A másik meg remélhetőleg, hogy azért konkrét projekteken keresztül ez a pénz elég gyorsan bejön, amire azért mindenkinek szüksége van, nem csak a vállalatoknak, hanem úgy, a bankoknak is, ugyanúgy az államháztartásnak is, mert most ugye időközben ugyanazt az egy forintot próbálják a bankok betétbe beszedni, próbálja az állam állampapírba betenni, és ezért jó volna, hogyha egy piciket a kalács lenne nagyobb, és nem pedig ugyanazt a kalácsot próbálnánk még több szeletre is szétosztani. Tehát én remélem, hogy ez mindenképpen összejön. A gazdaságnak erre mindenképpen szüksége van, és minél több, és minél előbb, annál jobb. Ugye itt érdemes hozzátenni, ha az elmúlt húsz évet nézzük, akkor az uniós támogatások nélkül számított magyar gazdasági növekedési potenciál elég alacsony. Tehát nem lett volna 3-4% per év, hanem ilyen 1-2 százalék környékén. Tehát ezért, ez is mutatja, mennyire égetően fontos a magyar gazdaság számára, hogy uniós forrásokhoz hozzájusson. És hogyha az ember megnézné, hogy ez egy GDP-hez mérten, amikor ilyen 20 valahány százalékról beszélünk az éves GDP-hez képest, azért ezek már, ezek már, óriási számok. Jó? Ez már, ez nagyon magasról is lát, már repülőgéből is az lát. Ő magában érdekelték kell, hogy tegye az országot, hogy, hogy meg tudjon állapodni az Európai Unióval. Visszatérve a hitelpiacra, a lakossági oldalon hogyan látjátok a mozgásokat? Most november vége felé járunk már, tehát már benne vagyunk a negyedik negyed évben. Előbb átbeszéltük azt, hogy látszott egy lassulás augusztus végén. A trend az, az, az folytatódik, hogyha megnézzük a szeptemberi számokat, ingatlan, hitel, ingatlan finanszírozás körülbelül 40 kal maradt el a tavalyi év szeptemberéhez képest. Természetesen egy ingatlan hitel, amely kétszámjegyű, az már csak nevében ingatlan hitel, kamatjában már nem az. Tehát ennek alapján a kereslet is jelentősen, jelentősen csökken. Vannak természetesen tranzakciók, még mindig kihúzódott, valaki még a, 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 most fejezi be, ugye általában ezek az ingatlan tranzakcióknak van két lába, az ember nem csak elad, hanem vásárol is, de um, mondom, főleg az ingatlan finanszírozásban azért egy jelentős visszaesés volt, és szerintem ez a trend még fokozódni fog. Itt még ami egy óriási kérdés, hogy mi lesz majd az államilag támogatott különböző a, 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 a támogatási rendszerekkel tehát hogy milyen mértékben marad majd meg, illetve milyen mértékben fog majd állat átalakulni, nem tudom, a babaváró hitel, a csok, a lakásfelújítási hitel, stb. stb. szerintem ennek is a, a, tuti lesz egy átfutás ideje. Egy józan gondolkodású bankmenedzsment most úgy állítja össze a 23-as évi üzleti terveket, hogy úgy számol, úgy kalkulál, hogy a bankszektorra kivetett különböző adók, azok tartósan végig fogják kísérni a működést? Hát ugye eddig, amiről tudunk, az mindenképpen el fog tartani 23 végéig. Jelenleg ebből indulunk ki, tehát így raktuk össze 23-os büdzsét, aztán majd szerintem valamikor 23 elején majd, amikor látni fogjuk majd, hogy néz ki 24-es, 25-ös uh -huh. államháztartás ennek alapján tudjuk majd mi is összerakni. Csak a, a most Top felől nézünk, mert ugye ezek 23 közepéig a moratórium is, meg mm -hmm. a, a, talán a KKV stop is addig. Ugyanúgy csak június végéig számoltunk felő, abban reménykedve, hogy azért, hanem is teljesen, de legalább. Nincs csak egy terv. Hogy legalább fokozatosan ebből valahogy ki kell jönni. vajuk be őszintén, ezek óriási összegek. És még egy dolog, ki szeretnék emelni, ugye ennek a változó kamatozású hitelnek van egy óriási előnye, méghozzá a változó kamatozású hiteleknél az MMB monetáris politikája exponenciálisan működik, mert ugye, hogyha megemelik a kamatokat, akkor ezek az első hitelek, amelyet az adósok minél visszafizetnek, mert ez a legdrágább. Viszont, hogyha ezeket majd átváltjuk változóba fixbe, akkor tulajdonképpen a monetáris politikának az élét tompítjuk jelentősen, mert akkor azt mondja az ember, minek fizessen vissza, hanem akkor inkább ezt befektetem valami másból, hogy csinálok ezzel a pénzzel valamit, és ezért is fáj nekünk főleg, hogy a változó kamatozású ingatlan hitelek, amelyeknek a túlnyoma többségét még a, devizahitelekként vettek föl, az adósok, és ahol valószínűleg a visszamaradt hitelállomány, az eredetileg felvett hitelnek a 10-20 a van. Tehát ez, hogyha most buboron plusz egy marzsol lenne árazva, én állítom, hogy az embereknek a harmada fele már régen visszafűzötte volna ezeket a hiteleket, mert mondom, ezeken keresztül a, a, a exponenciális módon hat ki a monetáris politika, és ennek ablá lehet még több pénz egyszerre beszívni a Nemzeti Bank által. Miközben csapás után csapás éri a, a magyar gazdaságot, a közben azért itt zajlott és zajlik egy bank konszolidációs folyamat is. Hogy látod, hogy ezt lelassítja, vagy pont ellenkezőleg fel, és tudja akár gyorsítani ez a válságos helyzet. Vagy egyáltalán szűkülete még a mezőny, vagy kialakult az a gerince a hazai bankszektornak, amelyek már jó lefedettsége lehet tudják látni. Itt ugye gyakran kell idézni ilyenkor a magyar nemzeti bank várakozását, hogy öt bankra szűküljön, öt nagy bankra szűküljön a mezőny. Szerintem a kihívások azok mindenkit arra ösztönöznek, hogy még egyszer meggondolja magát, hogy milyen mértékben, milyen távon, milyen nagysággal szeretne az ember jelen lenni egyik másik piacon. Az Erste Bank november végén fogja befejezni az ötödik akvizícióát Magyarországon. Mi úgy döntöttünk, hogy 19-re húzunk még egy lapot, és hogy igenis hiszünk abban, hogy ez a úgynevezett korpiacok közé tartozik. Nem vagyok benne biztos, hogy minden más jelentős játékosnak, főleg a többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy ilyen kihívásokkal szeretne hosszú vagy középtávon is szembenézni. Én csak abban reménykedem, hogy a tulajdonosaink is bírni fogják Cernával ezeket az átmeneti kihívásokat, mert azért hiszünk abban, hogy azért hosszú távon mi erre befektetett pénzre azért mégis tudunk a tulajdonosainknak egy, egy vonzó osztalékot fizetni. Mert egyébként hogyan fogadták a kilenc i eredményt a meg nem nevezett tulajdonosok? Mi volt a reakció? Ö, erre? Ugye nekünk három megnevezett tulajdonosunk van, 70%-kal az Erste csoport, 15%-ban az állam, illetve 15%-ban az EBRD. Az be őszintén, azért természetesen erről, ha nem is napi, de heti szinten, az azért képbe tartjuk a tulajdonosainkat is. Üm, elsősorban, ami, a, 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 ami fájdalmas, az mindenképpen a az extra profit adón túl is, hogy milyen mértékben mentek el a kamatok, főleg a bubor, amihez volt árazva az ingatlan, a változó kamatozása ingatlan hitel, és természetesen ez mindenkit, minden tulajdonos melbever, amikor látja, hogy ahhoz képest, amilyen gyönyörű évet tervezett, Tudjuk, hogy események többsége azért nem így dől el, illetve nem lehet minden kontrollálni, viszont van pár dolog szerintem, amit, amit azért lehetett volna egy picit másképpen is csinálni. Hallgatom, hm? és hallgatjuk um, nézőkkel együtt, hallgatókkal együtt. Szerintem, ami a változó kamatozása ingatlan hiteleket illeti, itt egy um, azokat segítettük meg elsősorban, akiknek már éveken keresztül uh, levet írtunk, uh, nagyon sok más módon is uh, 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 felhívtuk a figyelmüket arra, hogy, uh, hogy fixálni kéne az ingatlan hiteleket. Szerintünk ez a felelősség teljes hozzáállás, ami a, ami a hitelezést illeti, mi, mint hitelezők, uh, ezek az emberek különböző okok miatt a, a úgy döntöttek, mégis maradnak a változó kamatozása hitelbe, és uh, szerintem uh, felelősség teljesen ilyenkor uh, nem elsősorban ezeket kéne megsegíteni, hanem azokat, akik, akik tényleg rá vannak szorulva a segítségre, akiknek a jövedelmük, családi okok vagy ilyen okok miatt kéne egy konkrét anyagi támogatás, és nem pedig csak azért, mert változóból nem mentek át fixbe. Aztán itt ki szeretném emelni például, engem, ami úgy nagyon-nagyon zavar, ami például az agrár agrármoratóriumot illeti. Azért, amikor az ember látja azt, hogy nekünk, mint banknak, olyan ügyfélnek is moratóriumot kell biztosítanunk, aki az összes területét önt, önt, öntözni tudja, és azért gondolom, azért jó áron álltál a portékát, és az az ember is beléhet a moratóriumba, az ilyenkor úgy az ember nem érzi magát kényelmesen, jó? Tehát ami az moratóriumot illeti, itt tulajdonképpen a különböző TRK kód alapján lehetett ebbe belépni, nem kellett bizonyítani, hogy van a szájkára, és mondom még egyszer, nekünk konkrétan vannak ügyfeleink, akiknek az összes területét, akik az összes területeket tudják öntözni, és, és beléptek ebbe a moratóriumban, Tehát ez úgy, úgy nem jó érzés, amikor ezt el kell az emberek mondani a tulajdonosainak, hogy hát igen, igen, ezek a potyautósok is benne vannak. Ez azért is jelent problémát, mert rombolja a pénzügyi tudatosságot adott esetben? Hát többek között azért is, másrészt meg azért, amikor a tulajdonosaink a egy a, a egyét kell megfizetniük a befektetett pénzükből. Ez olyan valahogy nem olyan jó érzés. Érdekes <laughs> helyzetben lehet a magyar állam, ugye, mint tulajdonos és mint döntéshozó. Az asztal mind a két oldalán ott ül igen. ebben a helyzetben. Értem. A, a Commerzbank állományának az átvétele, ugye itt bankszünnapok uh -huh. is majd ö, ö, lesznek december elején ez mennyire tűnik zöggenőmentesnek, mit fognak egyből egy, ebből egyáltalán megérezni az így föl. egy fát találni, hogy lekapogjam, azért remélhetőleg ennyi idő után, ennyi felkészítés után azért ezt gyakoroltuk, csináltuk a frankfurti kollégákkal, magyarországi kollégákkal együtt, mármint a Commerzbank oldalon, és remélhetőleg, hogy a sikerül zöggenőmentesen megcsinálni. Ez egy óriási munka a figyelembe véve, ugye, hogy ezek az emberek már december 1-től kizárólagosan az Erste Bank ügyfelei lesznek. Tehát itt nem arról van szó, hogy megmaradnak a régi rendszerek, és már a régi rendszereken keresztül fogjuk becsatornálni az összes a, a tranzakciót az Erste-ben, de tulajdonképpen ez ma mi rendszereinken keresztül fog ketyegni december elsővel. Ezért is kellett sajnos ennyi ideig várni, hogy mi is le tudjuk képezni, hogy mi is át tudjuk venni uh, uh, ezeket az ügyfeleket, és uh, remélhetőleg uh, uh, az december másodikától, harmadikától már minden zöggenőmentesen fog működni. Mi nagyon örülünk, és várjuk, hogy természetesen a Commerzbankos kollégák átjönnek. Uh, én mindig azt szoktam mondani, hogy ha a, a munkavállalók elégedettek, akkor az csak elégedett ügyfelet fog eredményezni, és hogyha van egy elégedett kollega, egy elégedett ügyfél, akkor biztosan a tulajdonos is elégedett lesz. Tehát mondom, mi várjuk a Commerzbankos a, 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 kollégákat, a, meg természetesen ügyfeleket is, és a, a, remélhetőleg ezen keresztül tovább fog gazdagodni az Erste Bank is. És a munkavállalók kívülre is elégedettek lesznek, mekkora béremelést terveztek? Uh, jövőre uh, két béremelés lesz. Most pontos számokról nem szeretnék beszélni, de például uh, azt megcsináltuk ebbe az évve is, hogy volt egy egyszerű támogatás az alacsonyabb jövedelmen rendelkezőeknek, lesz egy ilyen pozitív diszkrimináció jövőre is, tehát az alacsonyabb jövedelmű kollégáknak azért lesz egy, uh, egy magasabb béremelés, uh, tehát mi is elkövetünk mindent, uh, uh, illetve volt van egy rész, amelyik már be is jelentettünk. Természetesen mi sem tudjuk pontosan az inflációval mi lesz, hogy milyen mértékben fogja ez a úgymond már rozsda enni a pénzünket. De saját számításból fogtok kiindulni, vagy megvárjátok a minimálbér megállapotot? Saját saját számításból, saját számításból indulunk ki, de mondom, csinálunk egy ilyen pozitív diszkriminációt január 1-én, főleg az alacsonyabb éreket, jelentősebben fogjuk megemelni, és mi is megpróbálunk minden más módon, a, a, támogatni a kollégáinkat, legyen szó itt, legyen szó itt home ről van egy külön Erzteker programunk is, amelynek alapján adunk extra támogatás, magánegészségügyi támogatást, stb. stb. És az energiaköltségek oldaláról hogyan e, tudjátok kigazdálni? Ú, ne is mondjad, pont ma volt a bordon egy ilyen beszélgetés, hogy most akkor miért nincsen melegvíz az épületben, meg azt, hogy ez pontosan mit jelent, mert ugye azt is elzártok, péntekenként bevezettünk egy kötelező home office-t, hogy akkor már pénteken, szombaton, vasárnap ne kelljen felfűteni a, 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 a tornyot. Tehát, a világban uh... hány fok van? irodákban nálunk körülbelül ilyen 20 fok van, attól függően, hogy az ember a napos vagy a hűsös oldalon van. Uh -huh. Az nem tud egy óriási különbséget csinálni, de viszont mi is hozzászoktunk, hogy ingben nem, nem, lehet bent ülni, tehát mindenki behozott még, nem tudom, egy extra zakót, pulóvert, stb. 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 és akinek aztán tényleg fázos, az néha kabátot is fölveszi. Um, Mindenesetre mi is megpróbáljuk legalább egy részét annak, amilyen mértékben drasztikusan fölmentek a fenntartási költségek, legalább egy részben próbáljuk kompenzálni, de vagyunk őszintén tulajdonképpen otthon is ugyanúgy viselkedünk, és most megpróbáljuk azt, amit otthon tapasztalunk tulajdonképpen. Ez hánysoros költségnövekedés jelent a rezsibadon? Hát ami a, a, ami a, a fűtést illeti, az ilyen 10 pluszos növekedés, tehát több mint tízszerese, tehát ez kizár dolog, hogy az egészet meg lehet spórolni, áramban meg körülbelül egy ilyen háromszorosa. És tehát jel. ezt próbáljuk valamilyen módon megoldani. Melyik megoldást választottátok, hogy fix, tehát hosszú távra? Tehát jelenleg a home office-nálunk vagy öt, napi árak szerint próbáltuk és menedzselni. Nem, 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 hanem szerződést kötöttünk a következő évre, jó. Ö, egész évre, egész évre az, van egész, az egész évre már Az egész évre van, jó. Uh -huh. Jól van, a, talán még annyit a legvégére visszacsatolva a Commerce Bankhoz, hogy láttak-e még más portéket a piacon, és mennyire reális most egyáltalán, hogy bárki is ilyen portéket keressen? Hát szerintem most először is egy mély levegőt kell venni. Először nagyon fontos, hogy azt, amit most megvásároltunk, hogy azt ügyesen beintegráljuk remélhetőleg mi is egy picit komercbankosok leszünk, mert azért mindig mástól is nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, mi se vagyunk tökéletesek, valljuk be őszintén. Utána megpróbáljuk ebből a maximumot kihozni. Valószínűleg ott is van nagyon sok ügyfél, amivel lehetne valószínűleg még egy picit extra potenciált kiaknázni. És utána megnézzük, mit hoz a jövő. Szerintem ilyen kihívással teli időszakban azért sokan újra gondolják, hogy azt az előbb is mondtam, hogy mennyire attraktív a piac. Mindenki jól tudja, hogy az Erste Bank volt a legaktívabb, ami a magyar bankszektor konszolidációját illeti, és mindig itt válunk új kihívások elé, hogyha valamit az Erste Magyarországon bebizonyított, az, hogy akvirálni tud, és méghozzá jól tud változni, tud alkalmazkodni, és nekünk mindenképpen az a célunk, hogy ebbe a jövendőbeli jövendő top kettőből top hármat csináljunk, magyarán az OTP a bankholding mellett mi legyünk a, 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 a ha nem is az Erste, de a Dritte, a harmadik nagy bank, és uh, szerintem jó úton járunk az utóbbi pár év alatt, hogy ezt mindenképpen el is érjük. Jaroszító Radován, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást.